Üdvözlöm a kedves nézőket, Gajzágot György vagyok, ez pedig itt a Heti Kortárs, a Heti TV kulturális magazinja. Ezt a műsort azért hoztuk létre több mint egy éve, hogy már 60 adáson túl vagyunk, és ezt a kortárs szektort, ennek mindenféle rejtelmét, zegészdugát szeretnénk önökkel megismertetni, hogy kicsit képet kapjanak, hogy ez az egész dolog, ez hogy működik. Olyan személyiségeket hívunk meg, akik a munkájukkal, művészetükkel, szakmai tevékenységükkel ezt a szektort kicsit értelmezhetővé teszik, hogy fontos szereplői, vagy olyan ikonikus jelenségei mondjuk, akik megkerülhetetlenek. Mai vendégem éppen ennek okán dr. Máriás. Szervusz, Béla! Szia, György! Sokan talán nem is tudják, hogy te Béla vagy, mert ugye csak a dr. Máriásra fémjelzed a te munkádat, de mitől vagy te doktor? Attól, hogy próbálok segíteni, látod, állandóan visszatérnek a nehézségek, és... Igen, beteg a világ, ugye? Beteg a világ, mi is betegek vagyunk, orvosért kiállt, és nem nagy DR-rel írom magamat, mint hogyha egy hivatalos, klasszikus orvos volnék, hanem csak egy ilyen művészeti sámán, aki azért lehet, hogy ugyancsak egyfajta fontos gyógyító tevékenységet folytat. Értem. És ugye ez a doktor talán egy kicsit utal arra is, hogy a Tudósok című zenekarban, amit a kedves nézők emlékeznek, az Apa kocsit hajt, és egyéb ikonikus dalok hangzottak ott el, hogy abban te alapító tag is vagy, és frontember, ugye? Igen, 1986-ban, egy nagyon távoli évben alapítottam ezt a zenekart, amikor visszatérve a jugoszláv néphadsereg nagyszerű kötelékéből, egyszerűen olyan kaotikusnak láttam a világot körülöttem, amire úgy gondoltam, hogy csak egy szabad improvizációs, komplett Gesamtkunstwerkkel lehetne válaszolni, úgyhogy összegyűjtöttem a városban azokat a művész egyéniségeket, akik hát leginkább mondjuk öntörvényűek voltak, és abban az öntörvényűségükben nagyon eredetiek és kreatívak, tehát alapvetően képzőművészeket, és velük alakítottam egy ilyen szabad kötődésű, improvizációs, költészeti, zenei, punk, jazz formációt. Ennek egyik társalapító tagja Bada Dada volt, neves képzőművész, régi barátom, akivel hát 10 éven keresztül csak kettesben állítottunk ki, tehát csak együtt. És hát nyilván volt egy olyan felállás, amikor időnként akár kettesben, dúóban léptünk fel, néha természetesen 8 vagy 10 fős csapat is volt a színpadon, attól függ, hogy hol léptünk fel és milyen vendégzenészeket hívhattunk meg, ahol hát ő a Bada Dada volt, egyfajta dadaista költő, én pedig, mivel édesapám egy neves belgyógyász volt és kórházigazgató, akkor gyermekkorom óta valahogy ez a doktor név rám ragadt, és akkor úgy gondoltam, hogy legyek akkor én az ő megfelelő párja, a kis doki művészeti ellenpontja. Aha, értem. Ugye a Bada Dada neve elhangzott, azért ez a művész branding, ez nem egy egyszerű feladat, nem? Tehát nem, ez folyamatosan, hogy tolni kell, mert akkor a zaj manapság, tehát kicsit úgy visszaemlékszem, tehát Bada Dada neve régebben azért sokkal több helyről visszhangzott, mint manapság. Manapság talán egy kicsit nem, tehát ezt te például hogy oldod meg? Ez egy ilyen folyamatos, szisztematikus tevékenység? Szokták mondani, hogy a brandingben a folyamatosság az talán fontosabb, mint maga a tartalom. Nem gondolkoztam ezen, hogy branding, kimondottan egy ilyen kifejezésen, hogy én azt végezném. Ez az én veszőparipám. De teljesen jogos megnevezés vagy megközelítés lehet az is. Tulajdonképpen én 35 éve festek körülbelül, párhuzamosan zenével és irodalommal is foglalkozom, közéleti írással, publicisztikával, képzőművészeti írásokat is írtam nem kis számban. Szóval én a brandinggel nem foglalkozok tudatosan, hanem egyszerűen egy olyan fajta munkát végzek konzekvensen, amely egyfajta alkotói munka, amelyben van egy bizonyos reagálás a közös témáinkra, a történelmi politikai valónkra. Én ezt nem brandingként fogom fel, hanem úgy, hogy én folyamatosan, lehet, hogy többek helyett is fölteszek olyan kérdéseket és esetleges válaszokat is felvillantok, amelyek többünket érinthetnek.
ha ez branding, akkor lehet, hogy brandingben hát, nem a branding egyszerűen az... munkaként tudatosul. Mindenki csinálja a dolgát, tehát ugye a branding az egy nagyon szofisztikált csapatmunka, nyilván a művész az alkot. Igen. És az, hogy az ő munkássága kerüljön legyen bemutatva, az ő neve építve legyen, megfelelő helyeken legyen kiállítva, megfelelő helyeken is olyanok írjanak róla, az meg nyilván másnak lenne a feladata, ez még Magyarországon kicsit úgy kialakulóban van, de ugye neked van egy galériád, a Godó Galéria, és most nem sokára kiállításod nyílik. Mikor is? Most csütörtökön. 19-én csütörtökön nyílik a kiállítás, hát amennyire nyílhat a jelen körülmények között, ugye nem teljesen tudjuk még, hogy mit lehet megmutatni a kiállításból. Nyilván nem fogunk egy publikus megnyitót rendezni. Mi ennek a hívószava? A hívószava az Anarchy in the EU, vagyis Anarchia az Európai Unióban. Ez a kiállítás címe. Ennek a háttértörténete visszanyúl az ifjúkoromban, amikor az egyik kedvenc zenei előadóm a Mozart mellett a Sex Pistols volt, és nekik volt egy olyan lemezük, lemezborítójuk, plakátjuk, hogy hát Isten óvd meg a királynőt, és éljen az anarchia az Egyesült Királyságban. Sok-sok évvel később vagyunk egy olyan helyzetben, amikor hát Nagy-Britannia elhagyta az Európai Uniót, és hát meg mi pedig a részei lettünk, és hát részei vagyunk. De sokszor ezzel kokettálunk, hogy milyen volna, ha nem volnánk, nem is nagyon akarunk itt lenni. Sokak szerint jaj nekik. Egy kicsit mondjuk Attila hunnyaiként viselkedünk, és hátranyilazunk, hogy előre lövünk. Ezzel a tematikával foglalkozva egy kicsit ironikusan, ugye egyfajta punk attitűddel, vagy forradalmi, vagy formabontó, vagy legalábbis kritikai és újragondoló attitűddel, készült egy sor alkotás, amelyek zászlókat, ikonikus személyeket és helyzeteket mutatnak be új változatokban. Azért arról te abszolút híres vagy, hogy nem szoktad kerülgetni a forrókását, tehát az így általában, hogy belecsapsz a lecsóba, és hogy a legprominensebb közéleti személyiséget tüntetett föl olyan kortárszói kontextusban, ami, hogy így mondjam, kicsit szokatlan, vagy őrült, vagy rendhagyó, de hát ugye egy ilyen irracionális világban élünk, tehát ugye ez teljesen helyén van. Tehát szerintem. Én kritikus és realista módon mutatom be ezeket a személyeket. Remélem, hogy még nem üt el a fekete autó valamelyik átvonulásomon a kora zebrán. A címadó képet azt most épp láthatjuk a kivetítőkön, és hát tulajdonképpen ennek a bizonyos említett képnek a parafrázisaként is láthatjuk, hogy ez a kérdés szerintem azért aktuális. Igen, én hírességeket, közéleti személyeket bizonyos értelemben kritizálok, vagy máshogyan mutatok be, mint a belénk súlykolt, általuk tulajdonolt média, vagy a különböző médiák által saját kedvenceiket sugallott beállítások vannak, de úgy gondolom, hogy ez a művészet dolga, hogy egyfajta szabad, kritikus, különálló hangként, amíg nincs betiltva, addig elmondhassa esetleg másmilyen véleményét a dolgokról, mint amit hát esetleg a kedvező módon állítanak be maguk a tulajdonolt médiumok. Azért, hogy így mondjam, kell ez a dologhoz egy kis tökösség, nem? Tehát ugye a kortársra ez mindig egyfajta jellemző vagy rárót feladat volt, hogyha más nem mondjam, tehát Elgréco annak idején bizony az életét kockáztatta, amikor Torquemadát, a nagy inkvizitort olyannak festette le, amilyen gonosznak. Nem? Tehát, hogy semmifajta szépítés nem volt benne, és hát Torquemada ezt nem is vette jó néven. Itt igen, érezhető mindig azért bizonyos reakció ilyen-olyan képre, esetleges nem tetszés. Ugyanakkor van az egésznek, a képzőművészetnek van egy olyan csodálatos lehetősége, a zene ugye teljesen absztrakt, az irodalom viszont teljesen szókimondó, a képzőművészetben viszont mindig van egy játék, tehát egy interpretáció, sokrétűség, és ez a metaforikusság, ez a lehetőség a többfajta értelmezésre, ez egy olyan helyzetet szül, amelyben nem tudjuk, hogy most az, hogy a király új ruhája milyen, mennyire meztelen, valóban azt a testet látjuk-e a meztelenségében, amelyik az övé vagy másé. Tehát van egy bizonyos interpretációs lehetőség, és hát
A mai világban úgy gondolom, hogy a művészet annak ellenére, hogy egy szelep lehet, és egy nagyon fontos és egyre fontosabb szelep lehet egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egyre inkább beszoruló viszonyrendszerben, szerintem fontos, hogy képviselje ezt a szabadságot és hogy éljen vele. A képeid meglehetősen koherensek, tehát ugye ezt szokták mondani, hogy egy életmű az legyen koherens, legyen felismerhető, tehát van egy kép, akkor ránézzem, és ez egy Máriás. Ez gondolom azért, ez azért nem rossz dolog. Ugye a kortársa kapcsolatban, ugye vizuális világban élünk, mennyire értesz egyet azzal a tézissel, vagy gondolattal, hogy régen ugye belekiáltani a világba a költőknek a feladata volt, gondoljunk vissza Petőfire, hogy amikor ugye jött a forradalom, akkor félretett, tudta tenni az anyám tyúkját és a négyökről szeket, és akkor belekiáltott a világba nemzeti dallal, és az akasszátok fel a királyokat, stb. Meg ugye leírta azt a 19. század költőibe, hogy ha nem tudsz más csak eldalolni saját fájdalmat és örömed, nincs rá szüksége a világnak, és ezért a szent fát félreted. Tehát ugye a mai vizuális világban ugye a kortárs művészekre hárul ez a feladat, de ezt Magyarországon azt tapasztalom, hogy nagyon sokan, mintha nem így gondolnák, mert hogy úgy el vannak a műteremben a kis motivumaikkal, és te pedig nem. Tehát, hogy ez a fajta belekiáltás a világba, ez nyilván a te teljesen sajátod, de hogy ezen kívül egyébként neked van egy ilyen kis molyolós motivumvilágod, vagy ez maga az? Tehát, hogy ez a doktor Máriás maga? Érdekes a kérdés, és azt hiszem, hogy nagyon eszenciális. Tehát nyilván az a kérdés, hogy most valaki larpurlár, lázad, vagy esetleg egy valódi, megalapozott aggodalom miatt, és lélegzethez jutási kényszerből teszi azt, amit tesz. Én az életem során sajnos nagyon sok olyan békés pillanatot, amelyben egy anyám tyúkja jellegű verset megírhattam volna, sajnos nem éltem meg. Tehát ilyen-olyan diktatúrák, rendszerek, állandó, permanens forradalom és egyebek. Ebben a helyzetben persze én próbáltam elvonulni a világtól, és úgymond egy olyan esztétikai elefánt csontoronyban egy hermetikus saját képzőművészeti, lírai, metaforikus világot megalkotni, amely tulajdonképpen egyfajta menedék volna a durva külvilággal szemben. Több száz képet alkottam ilyen papírcsipke motivumokkal, ilyen minimalista, meditatív rendszerben. Azonban amikor átmenekültem a határon, és szembe kellett néznem arra, hogy azzal, hogy a forradalmak, a kelet-európai történelem tulajdonképpen még az otthonából is elüldözi az embert, finoman szólva, akkor azt kell mondanom, hogy megnyíltam a közösség felé egyre inkább, és egyre jobban, és egyre harsányabban, nevezhetjük akár vulgárisabban, vagy egyre inkább a közös dolgainkat érintő témákkal, mert az érdekel, hogy mik azok a logikai, személyi, etikai mozgatórugók, amelyek a mi lelkünket, a gondolkodásmódunkat meghatározzák. És ezek bizonyos ideológiák, bizonyos meglehetősen kemény, nem ritkán kirekesztő elvek, és én ezekkel megpróbálok úgy bánni, hogy ezeket feloldjam, hogy ezeket egy kicsit eltávolítsam az emberektől, hogy újra gondolásra, újra értelmezésre és távolságtartásra próbáljam az embereket sarkalni, úgyhogy ezeknél tudjunk valahogy tovább lépni. Ez nagyon fontos egyébként, amit mondasz. Én is úgy gondolom, hogy egy kultúra, amelyik hát úgy mint egy kályhába a tűz, az úgy időnként leég. Tehát az saját magától nagyon ritkán tud megújulni, tehát mindig valami külső impulzus kell. Tehát az, hogy te ugye kintről jöttél, van egyfajta objektív külső látásod, tehát a nagy multik is nem azért alkalmaznak tanácsadókat, mert hogy buták, hanem azért, mert van egyfajta ilyen belső vakság. És ezek a dolgok, ezt én fontosnak tartom, hogy ez a dolog, ez így van, de azzal együtt ugye kell egyfajta bevállalás,
Tehát, hogy te még, téged még nem minősítettek anarchista migránsnak, vagy nem tudom minek, tehát, hogy nem tudom szájába adni senkinek ezt a dolgot, csak ugye, tehát a Magyarországon azért ilyen igazodás van most jelenleg, tehát, hogy ez meg rád nem jellemző. Nyilván van igazodás, és nyilván nagyon sok olyan véleményt is kapok, amelyek kritikusak, amelyek lenézőek, vagy kirekesztőek. Nyilván nem örülnek sokan annak sem, hogy én bejöttem úgymond egy kultúrába, és itt bizonyos változásokat és értékrendbeli különbségeket mutatok fel, vagy idézek elő. Én egyben úgy gondolom, hogy ez lehet az én küldetésem is bizonyos értelemben. Én egy másik kultúrában is szocializálódtam, az egykori Jugoszlávia vagy Balkán bizonyos reflexióit, bizonyos mondjuk úgy, hogy temperamentumát megélve, vagy legalábbis az ottani diskurzus, logika, értékrendnek egyfajta előnyeit vagy bizonyos tradícióit megpróbálva átültetni abba a magyar közéletbe, amelyik egy kicsit túlzárkózott, egy kicsit túl befelé forduló, egy kicsit olykor túl elitizáló, vagy túlságosan sznob világba menekülő mentalitása, amely sokszor nyugatról jön. Ugye a nyugati hatások Amerikából, Angliából, Franciaországból sokszor a művészetnek egyfajta nagyon urizáló, nagyon intellektuelkedő, nagyon mondjuk úgy, hogy mindenféle megideologizált, mindegyek mögött általában gazdasági érdekek által képviselt filozófiáját hozza el Magyarországra, amit mi gondolhatunk komolynak is, vagy vélhetünk úgy, mint egy felsőbbrendűnek, és vehetünk úgy is, hogy ez egy olyan világ, amelyik a mi világunktól kívülálló, amelyiktől tanulhatunk, de amelyiket nem feltétlenül kell átvenni teljes mértékben, nem kell mindig csak imitálni nyugati mintákat. Igen, hanem... vagy a minta az nagyon sokszor elhangzott, és abszolút egyetértek. Tehát a kultúra és ugye minta, ugye a művészet is az ilyen mintaadó mintakövető. Igen. Igen, tehát ilyen szempontból egy kicsit ugye provinciálisnak mondják Magyarországot, pedig hát kitiltja meg, hogy mi adott esetben trendsetterek legyünk, de azért mindig sasoljuk, hogy mi történik kint, és hogy ugye lehet, hogy a világ az nem ér, vagy a világot mi nehezen érjük utol, de a világ az beér minket, ha más nem úgy leköröznek, és akkor időnként ugye, hogyha megjelenik mellettünk valaki, akkor kellene tudni, hogy vegyük fel a fordulatszámot. Hogy ezt a fajta mintát, ez hogy érhető tetten? Tehát neked például kik voltak a minták? Mert ugye nagyon sok festményedben megjelennek különböző, ugye, tehát hogy Maxers, Magret, Fangóknak a képeire hajaznak, tehát hogy ezek most szánypróbálgatások, vagy játékok, vagy ténylegesen vannak olyan külföldi művészek, akikkel egyfajta lelki közösséget vélsz felfedezni? Én alapvetően úgy fogom fel ezeket a világokat, amelyeket mondjuk úgy, amelyekre utalok, vagy megidézek, hogy ezek azok a sztereotíp világok, amelyeket egy átlagos képzőművészetet élvező, ismerő ember bizonyos panelekként eltárolt. Én úgy gondolom, hogy sokszor a képzőművészetnek az a nehézsége, hogy már megtelt egyfajta esztétikai élmény bázisunk azt illetően, hogy mi számunkra a képzőművészet, mi a festészet, ebben mondjuk belefér 100 festő, Leonardótól Van Goghig, de nagyjából ennyi, és nem nagyon van már nyitottság az új művészekre. Egyszerűen kíváncsiság és egyéb. Én ezeket a úgymond sztereotíp művészeket, vagy ikonikussá vált képzőművészeti formákat egyfajta emlékképekként hívom elő, vagy ezekre úgy utalok az én művészetemben. Tehát, hogy odaállunk egy kép elé mondjuk, és azt hiszük, hogy az egy Magritte, vagy egy Van Gogh, és akkor egyszer csak felfedezünk valamit, ami ezzel teljesen ellentmondásos, például egy magyar politikus, vagy egy közéleti személyiség, vagy egy Marx, vagy egy Lenin, vagy egy Hitler, akik viszont éppen az ellenkező érzelem bázisból
jönnek elő, a kellemetlen, a hétköznapi, a nehézségeknek a ballasztját hozza elő. És ahogy ez a két világ találkozik, úgymond a szépet megidéző, a harmonikusat, az ideálist megidéző képzőművészeti kanonizált formák, és ütköznek a mi hétköznapjaink, a mi kelet-európai történelmünk ballasztjával, ez a kettőség, ez a feszültség számomra az, ami izgalmas, és szerintem ez tudja körülbelül érzékeltetni azt, hogy mi milyen világban élünk, hogy ezeket a már ismert képeket, vagy gyakran ismert képeket újra lehet rendezni egyfajta festészet színház keretében, ahogy egy Shakespeare-i darabot mondjuk mai körülmények között lehet, hogy teljesen modernizálva mondjuk egy metrón adják elő, hasonlóképpen egy régi festménynek a sztoriát átültetem egy új kontextusba, és ezáltal megidézem azt a régi mestert, egy kicsit reklámozom is őt, egy kicsit élek is az ő tudásával, de ugyanakkor teljesen más történetet mondok el vele, egy teljesen új kontextusba helyezem. Teljesen jó, hogy feldolgozod ezeket a régi üzeneteket, és egyébként ez a kortársnak sajátja, egyfajta remake, tehát hogy feldolgozni, és ez, igen, a világban nagyon sok művésznél tetten érhető, Maurizio Cattelántól kezdve, nem tudom, még sorolhatnám. Georg Baselicik például, aki a saját, igen, műveit is újra értelmezi a remix, igen, keretében, Jeff Koons és sokan, igen, mások. Igen, 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 igen. Igen. Kapkodják a képeidet? Hát ez nagyon relatív, és szerintem túlzás. Azt szoktam mondani, hogy 35 éve festek, ebből 25 évet úgy éltem le, mint Van Gogh, tehát, hogy alig tudtam valamit eladni, és 25 év az nagyon hasznos idő ahhoz, hogy az ember átgondolja, hogy mit is gondol a művészetben tenni, és mit hát gondol az képviselni. Az alatt nagyon sok mindent át lehet gondolni. Igen, nagyon sok kiállítást meg lehet nézni, nagyon sok élményt lehet szerezni, meg lehet valamennyire ismerkedni azzal a kulturális képzőművészeti közeggel, amely a művészetet úgymond hivatalos értelemben működteti. Vannak gyűjtőim, nagyon örülök annak, hogy sokszor jó helyre kerülnek a képeim, azonban a kortárs gyűjtemény és prezentációba való kerülés, egyáltalán van-e ma Magyarországon olyan gyűjtemény, amelyikbe bekerülve az ember mondjuk úgy, hogy azt mondhatja magának, hogy egy olyan helyre került az alkotása, ahol majd megfelelő módon reprezentál egy kort, vagy olyan helyen lesz az ő képe, amelyik hát méltó arra, vagy visszakereshető lesz idővel. Tehát nyilván a mai magyar képzőművészeti élet sok sebből vérzik, nagyon polarizált, nagyon különböző módon fogják fel a művészeti értékeket, bizonyos körök, és eközben nagyon sok idő elmúlik, nagyon sok lehetőséget elmulasztunk arra, hogy ezekből a nehézségekből kigyógyulva megtanuljuk prezentálni az értékeinket, hogy azokat rendszerezni tudjuk, átbeszélni tudjuk, és létre tudjunk hozni egy olyan valamilyen értéktárat vagy műtárat, amely minket megfelelő módon tudna minőségben prezentálni, tükrözni. És itt persze nem vagyok szerénytelen, hogy most ebbe saját magamat képzelem bele, de lehet, hogy az első 100 művészben én is bele tartozhatnék akár egy ilyen gyűjteményben, de nem az a fontos, hanem hogy nagyon remélem azt, hogy ez a súlyosan polarizált állapot, ami pillanatnyilag van, amely nem segíti se egy lehetséges, egységes művészettörténet megírását, vagy egy egységes kép kialakítását, hogy hát ebből azért valamikor egyszer majd hát, ha kilábalunk. Igen, én azt szoktam, hogy a mélypont mindig bíztató, tehát hogy az attól már csak, jobb lehet, tehát én ebbe hiszek egyébként, sőt még van, hogy mindenkinek hullámzó az élete, és amikor érzem, hogy közeledik egy mélypont fel, még kicsit nyomom a gáz, mint a motocrossos, tudod, hogy nagyobb lendülettel tudjak följönni a másik oldalon, és semmiképpen nem ugyanarra kell visszamászni. Igen. Tehát mindenképpen másképp kell gondolkodni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a covidos válság azért ezt a szektort, és nem csak Magyarországon, hanem globálisan, ahol a komfortzóna egy pillanatok alatt elszállt, ugye más iparágakban is, nevezzük ezt is iparágnak, tehát egy lépéskényszerbe hozza, hogy strukturálódni kell,
együttműködni kell, közös érdekeket kell találni, olyanokat, amiben nyilván az egyéni érdekek érvényesülnek, mert hogyha nincs ilyen közösségi érdek, akkor bizony csak önérdekről beszélünk. Az meg hát tudjuk, hogy ilyen mutyi, és az nem olyan hosszú távú. És ugye beszélgettünk itt ugye gyűjteményekről, gyűjtőkről, hogy a mai kortárs gyűjtőknél mennyire fontos, hogy a művész megismerjék. Tehát te például úgy helye közel tudod, hogy kiknél vannak a munkáid? Hát egyrészt vannak gyűjtők, akik kimondottan igénylik a kapcsolatot a művésszel, és szeretnek vele beszélgetni, az ő interpretációjára kíváncsiak a művel kapcsolatban, egyáltalán a magyar képzőművészeti szcénával, vagy esetleg a művészettörténet bizonyos pillanataival, példáival kapcsolatban, és vannak olyanok is, akik kerülik a művésszel a kapcsolatot, és esetleg úgy szereznek meg egy képet, hogy egy közvetítőt küldenek el esetleg megvásárolni egy alkotást. Én nem ragaszkodom a személyes kapcsolathoz, de mégis nagyon fontosnak tartom is, hogyha van, örülök neki. Azért, mert egyszerűen jók és nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, a közösségnek az alappillérei, és hát egy diskurzusból, egy dialógusból tud felépülni egy új minőség, tehát hogyha emberek egymással egyeztetnek, beszélgetnek, akkor tudnak közeledni az álláspontok, és valami értelmes új érték úgy tud, úgy gondolom, létrejönni. Uh-huh. Különböző gyűjtői motivációk vannak, és van egy pletyka, ezt hadd kérdezek erre rá, tehát én azt hallottam, ugye te képeid lehet látni eléggé rendszerkritikusak, hogy a NER soraiból nagyon sokan vásárolják a munkáidat, ugye ott van pénzdögivel, azért, hogy majdan, hogyha esetleg oda kerül a sor, akkor mint az 56-os relikviákat a Komcsik annak idején, hogy előránthassák, hogy hát ők azért, ugye, és ez nagyon látszik, hogy te ezt hallottad? Néha fölteszik ezt a kérdést újságírók, vagy hallok innen-onnan ilyen pletykákat, nyilván ezek nem igazak. A NER rendszeréből nem nagyon találkoztam én senkivel. Híres emberek úgymond ritkán keresnek engem fel. Én egy kis műteremben dolgozom, ha valaki érdeklődik egy kép iránt, esetleg megvásárolhatja, hogy ez később hova kerül, azt én nem tudom pontosan. Sokszor nem tudom. Tehát sok képemről sajnos nem tudom, hogy hol vannak. De ezek nincsenek katalogizálva? Hát részben nyilván katalogizálva vannak, de hogyha egy ember megveszi egy alkotást, és hogy persze, tehát mindegyik katalogizálva van, de ha például X megvásárol egy képet, ő tovább adhatja, vagy ajándékozhatja Y-nak, Y pedig Z-nek. Ezt hogy szokott lenni, hogy a kép mellé egyébként te adsz valami certifikátet, amit ugye most kerénk, hogy mindenki kép mellé illik, vagy célszerű adni. Hogyha valaki igényel, akkor természetesen szívesen adok. De ez még nem egy fix protokoll, hogy akkor mindegyik ezt te adsz, mert van, aki nyílt például. Nálam nem fix protokoll, egyrészt, mert ezek a képek annyira, mondjuk úgy, hogy hamisíthatatlanok, vagy hogy önmagukért beszélnek, azért ne ismertek. Ne esküdjünk, mert... De rendben. Természetesen, ha valaki igényel egy ilyet, akár az ő általa konstruált, megszerkesztett szöveget, megfogalmazott szöveget szívesen aláírom, vagy akár írok én egyfajta szellemes egyénnél, mondjuk úgy, hogy igazolást vagy ajánlást. Jobb, hogyha van, mint hogyha nincs, mondhatnánk. Ugyanakkor szerintem nem ezektől lesz nem kell igazából a dolgot. Hiteles, hogy most ez kinek a tulajdona, és valóban az. Csak a tiszta persze. Helyzetekre céloztam. Igen. Én például hallottam egy olyat is, és most lassan lejár a műsoridőn, csak talán egy ilyen kis poénos anedóta a végére, hogy ismerek egy kortárs festőt, aki szintén ugye, hát ez a certificate, tehát igazolás, hogy ez valóban az övé, és hogy tőle származik, ez nem volt mindig divat. És volt egy gyűjtője, aki rendszeresen vásárolt tőle, aztán egy ügylet kapcsán vagy összevesztek. És akkor azt mondta neki, hogy amikor összevesztek, hogy tudod, mint azt az öt képet nem én festettem. Ez innentől jól kezdve. És jól hangzik. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, és sok sikert kívánok a kiállításhoz és a további munkákhoz. Nagyon kedves, köszönöm szépen, én is sok sikert kívánok az adáshoz. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos és üde színfoltja a hazai kortárs képzőművészeti életnek.
aki tudja, látogassa meg a kiállítást. Köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt ma a heti kortárs. Foglalkoznak kortárs műgyűjtéssel, keressenek rá dr. Máriás munkásságára. Legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra.